a koromnál fogva, hogy itt visszaemlegették a gazdaságokban, hogy milyen közmunkaprogram volt, ezt mondta a korábbi államtitkár, a földművelési államtitkár. A 80-as években egy diktatúra volt, ott közveszélyes munkakerülőnek minősítették azt, aki nem dolgozik. Tehát akkor nagyon könnyű volt azt mondani, hogy hogy támogatom az állami gazdaságokban a fa telepítéseket, az erdő telepítéseket. Tehát nem igazából jó onnan példát venni, amelyik már nem hasonlítható a mostani dologgal össze. Külön bája, mi egy bizottságban vagyunk Úr Nándorral, ahogy ő hozzááll ehhez a közfoglalkoztatáshoz, illetve Szűcs Erika, aki minisztere is volt ennek a területnek, hogy most ennyire megvilágosodott, hogy hogy kellene ezt a területet csinálni, és már vizionálják, hogy hogy lesz. Én visszaemlékszem, a 2006-os országgyűlési választások előtt önök elindítottak egy programot a közfoglalkoztatás vonatkozásában, és azok a polgármesterek a Dunapalotában meghallgathatták Gyurcsány Ferencnek a beszédjét a közfoglalkoztatással kapcsolatban, azután, miután 20 rendőrkutya átszagolta a polgármestereket, mert nem tudom, hogy miért kellett ennyire a polgármesterektől félni, de az utcába se lehetett beállni, mert Gyurcsány Ferencet várták, és akkor a választási mandátum szerzés miatt decemberben fölvezényeltek bennünket, vagy novemberben, és 4 hónapra indította a közmunkaprogramot, pontosan az önkormányzatoknál, hogy ezért vagy másért, inkább a hazugságért, de megnyerték a 2006-os választásokat. Tehát amikor itt osztjuk a dolgokat, meg az észt, akkor azért erre is vissza kellene gondolni, hogy abban az időben önök hogy foglalkoztak, tehát választási kampánycéllal használták fel a szorult helyzetben lévő embereknek a sorsát. Tehát én azt gondolom, pontosan ebből kiindulva, hogy a kormány teljesen új szemléletet akar bevezetni, és ebben az irányban elindul. Most, hogy jó ez az elindulás, vagy nem jó, ezen valóban lehet vitatkozni. Lehet vitatkozni a 4 órán, lehet vitatkozni stadion, de összességében kellene nézni a dolgot, hogy segély helyett munkát szeretne adni. Mit is jelent ez, hogy segély helyett munkát? Hogy mindenki azt nézi, hogy mennyit keres. Hát higgyék el nekem, én vidékről jövök. És én látom azt, hogy a munka becsületét egyrészt vissza kellene adni. Másrészt egy önbecsülése lesz annak az embernek, akinek van munkája, és reggelente elmegy dolgozni, és a gyerekének példát tud mutatni. Hát 20 éve vannak olyan családok, hogy a fiú nem tudja megkérdezni az apjától, hogy aznap mit csinált, mert semmit, mert otthon nézi a valóságsókat, és a segélyekből élnek meg a családi pótlékból. Ez nem csak Borsodban van, mert azt tetszenek itt fölhozni. Én a központi régióból jövök, bizony elég nagy a munkanélküliség a Dél-Pest megyei térségben is. Tehát egy cipőbe járunk valamennyien, és ismerjük a problémákat, és pontosan ez lenne a lényeg, hogy azoknak az embereknek is legyen egy kis önbecsülésük. Tehát ez is egy lényeges dolog lenne, hogy valahova el kell mennem, közösségbe megyek, és hasznos munkát végzek. Szerintem ez a kiinduló pontja ennek a törvénytervezetnek. Azon kívül higgyék el azt is, hogy azok az emberek, akik adófizetők, dolgoznak, vállalkozók, vagy egyéb más helyen dolgoznak, vagy akár a megérdemelt nyugdíjukat megkapják, azokat viszont irritálja, hogy a kisvárosi posták előtt a segélyfizetésnél nagy tömeg alakul ki. Azt hiszik sokszor, hogy tüntetés van. Nem tüntetés van, hanem a segélyt várják az emberek. Azoknak a pénzéből, akik dolgoznak és befizetik. Tehát azokat is megnyugtatná, hogy a segély helyett munkát adnának az embereknek, és ők is úgy látnák, hogy ez a tevékenység díjazásra került, tehát a munka, és nem egyszerűen, hogy a segélyt fizetik ki. Higgyék el, abban a segélyből, hogy megélni, az tényleg bűvész mutatvány. Annyira alacsonyak ezek a segélyek, de hát ezt tetszenek tudni. És ettől függetlenül
azokat az embereket, akik látják a kis falvakban, hogy ők tesznek azért, hogy magukat el tudják tartani, a postást úgy kapják le a bicikliről azok, akik a segélyeket várják, nem jó. Tehát azokat is meg kellene nyugtatni. De engedjék meg, hogy amit az előzetesen leadtam a felszólalásomat ahhoz kapcsolódóan, nem a kétpercesekhez kapcsolódva elmondjak néhány dolgot. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program ugye 2011 évtől kezdődően indult útjának, melynek jogszabályi háttere a jelent önjavaslattal kerül módosításra. A program megalkotójának kimondott és jól körülhatárolt célja van, nemzetünk munkára képes és aktív korú szociális rászoruló polgárai számára széles körű munka lehetőséget biztosít. Napjainkban tapasztalható és az elmúlt 20 évben egyre fokozódó munkanélküliség a kutatók és a szociológusok számára bőven adott feladatot. A családok szétziláltsága, a felnövekvő generációk munkáról és annak értékéről való szemléletromlása, a jelentkező súlyos betegségek hátterében gyakran tapasztalható a munkanélküliség. Egy generáció nőtt fel a rendszerváltás óta, mely generáció egy jelentős része a mindennapos munkába járás szükségessének tudata nélkül szocializálódott. A kormány célja a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal az, hogy össztársadalmi szinten kezelje az új közfoglalkoztatási rendszeren keresztül az előbb fölvázolt problémát. A munka világába való visszatérés egyik fontos célja a közmunka program széleskörű megszervezésével a társadalom minden érintett tagjának, egészséges, dolgozni akaró polgárának a bevonása a közfoglalkoztatási programba, továbbá a piaci igényeknek megfelelő alap, illetve továbbképzési rendszerbe. Szem előtt tartva azt a szemléletet, mely sajnos mára már eltorzult, hogy az egyén saját erejéből, akaratából, munkájából képes önmagát és családját fenntartani, gyermekeit felnevelni, tanítani. A társadalmi felzárkózás szempontjából kiemelt jelentőségű, hogy a közfoglalkoztatás során a hátrányos és leghátrányosabb helyzetűek közfoglalkoztatásába történő bevonás prioritást élvez. A törvényjavaslat értelmében bővül azok köre, akik közfoglalkoztatás keretében munkavállalóval létesíthetnek jogviszonyt. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásról szóló 375/2010-es kormányrendelet értelmében a közfoglalkoztatás keretein belül támogatás a rövid, illetve hosszabb távú közfoglalkoztatás esetén kizárólag a helyi, a kisebbségi önkormányzat, valamint azok jogi személyiséggel rendelkező társulása, valamint a jogszabályban előírt közfeladat ellátása esetén, vagy a helyi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján az egyházi jogi személy, valamint civil szervezet részére volt támogatás biztosítható. Na most jelen törvényjavaslatban az előbbieken felsorolt, tehát nem változik meg, mint ahogy vizionálták, hogy majd az önkormányzatok nem fognak tudni annyit foglalkoztatni. A felsorolt közfoglalkoztatók körét kibővítette a költségvetési szervek, közhasznú szervezetek, az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy az erre a célra az állam önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet, víztársulat, valamint erdőgazdálkozó körével. Tehát bővülés történik. A rövid időtartamú közfoglalkoztatás esetén a munkatörvénykönyve szerint munkaviszony kizárólag 2-4 hónapos határozott időtartamra és maximum 4 órás időre volt létesíthető, míg a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás esetén 2-12 hónap. Időtartamra napi 6-8 órás munkaidőben történhetett a közfoglalkoztatás. Ugyanakkor a javaslat szerint a közfoglalkoztatás jogviszony időtartama ettől eltérően a hatósági szerződésben előírtaknak megfelelően létesíthető határozott időre. Új elemként jelenik meg a munkavállaló egyéb támogatása, amely a térítésmentes szállítás és napi étkezés vonatkozik. A jogalkotó ebben az esetben kiemelten támogatja az arra rászorulók körét. A személyes tapasztalatom alapján a közfoglalkozás sikeresebb, ha helyben a település közigazgatási határain belül történik. Természetesen figyelembe véve a vízügynél és az erdőgazdálkodásnál felmerülő munkaigényt,
nagy szükség van a közfoglalkoztatottak átcsoportosítására is. A település önkormányzat, itt elhangzott a Jobbik részében, a Szilvia részéről, hogy a jegyző felügyeli ezt a közfoglalkoztatást, vagy ő igazolhatja. Higgyék el, legjobb kezekben van, a települési önkormányzat jegyzője nyilatkozhat, a család körülményeit jól ismerve, abban az esetben, ha a segélyezett nem fogadta el a felajánlott más településen lévő közfoglalkoztatási munkaviszonyt, ezzel is kihasználva a helyett településen belüli információ áramlást. Úgy új fogalomként jelenik meg a nyugdíj előtti álláskeresési segély. A munkaerőpiacon életkoruktól eredően az öregségi nyugdíjkorhatárt megközelítő életkorú álláskeresők elhelyezkedési esélyei jelentősen kisebbek, mint a fiataloké. A jogalkotó éppen ezért kiemelten kívánja támogatni ezt a korosztályt. Én, mint polgármester tapasztalom meg, hogy 55 éves életévüket betöltött, de még munkaképes és egészségileg is alkalmas, tevékeny polgárok is szeretnének mindennapjaikat a munka világában eltölteni. Az ő igényüket is figyelembe véve teszi lehetővé a javaslat, hogy a jelenlegi rendelkezések értelmében rendszeres szociális segélyben részesülők a nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 évig ők is bevonhatók lesznek a közfoglaltatási programba. Sőt, amennyiben az álláskeresési segélyre lebonthatnak, ugyanúgy kiközvetíthető közmunkára. Én bízom abban, én ismerve a nagykőrösi polgárokat, ismerve ezt a generációt, bízom benne, hogy életminőségünkön is tudunk javítani az jogszabály elfogadását követően. A foglalkoztatási és közfoglalkoztatási adatbázist a javaslat szerint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vezeti, amelynek nyilvántartása az ellátottak társadalombiztosítási azonosító jelén alapul, így a szociális szolgáltatások igénybevétele során a finanszírozás követhető lesz, a javaslatban is taxatíva meghatározott hozzáférők részére. Szeretném kiemelni, hogy a települési önkormányzat jegyzője is jogosult az adatbázis bizonyos adatainak hozzáféréséhez, de csak azok vonatkozásában, amelyek hatáskörébe és illetségességébe tartoznak. Tehát a helyi politikusok ebbe nem tekinthetnek bele, ezt külön kiemelni. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény 93 évi harmadik törvény is módosítani kívánja, a javaslatot annak érdekében, hogy a szociális támogatások ne legyenek vonzóbbak, mint a munkában megkeresett jövedelem. A javaslat értelmében meghatározásra kerül a maximálisan egy családon belül felvehető szociális segélyek összege. A jelenlegi bérpótló juttatás fogalma foglalkoztatás helyettesítő támogatás fogalmává alakul át, tartalma szigorodik. A szigorodás abban van, hogy aki nem lesz jogosult erre a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, az, aki nem vesz részt a közfoglalkoztatásban, nem folytat álláskereső tevékenységet, és nem fogadja el a számára törvényben elírt feltételekkel felajánlott munkalehetőséget. Hadd mondjak el egy helyi tapasztalatot a közfoglalkoztatással kapcsolatban, azt említeném meg, hogy a bérbótó juttatásra jogosult rövid időtartamú közfoglalkoztatásban résztvevő munkavállalók munkába állás előtt elvégzendő foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vesznek részt. Jelentősen emelkedett az előző években a munkavégzésre alkalmatlan minősítések száma. Ezt mint figyelemfelhívást szeretném elmondani. A törvényjavaslat részletezi, illetve újabb feltételt ír elő az állami, egyházi, valamint civil intézmény fenntartó normatív állami hozzájárulásra való jogosultságot feltételezéséről. Az előbb felsorolt kör számára biztosít a jogszabály a gyermekjóléti gyermekvédelmi szolgáltatások vonatkozásban finanszírozási lehetőséget, a kormány által kijelölt szerv ellenőrzi, és ezzel megtörténik a szakmai kontroll az állami finanszírozás szabályos felhasználásáról. Tehát miről is van szó ebben a törvényben? Tisztelt ház, a kormány egyik legfontosabb célja a közmunkaprogram megszervezésével,
hogy az egészséges, életerős emberek ne a szociális támogatásokra építsék fel életmódjukat, hanem képesek legyenek saját munkájuk erejéből talpra állni, biztosítva családjuk és saját maguk megélhetését. Ezért kérem a képviselő társaimat, támogassák ezt az előterjesztést, mert ahhoz, hogy a társadalmunk felemelkedjen, közös akarat szükséges, egyetértés, társadalmi szemléletváltozás a munkáról alkotott értékrenddel szemben. Köszönöm szépen figyelmüket. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, 2 perces felszólalásra megadom a szót Ugur Nándor képviselő úrnak, MSZP. Köszönöm szépen, elnök úr. Tálai államtitkár úr majd elmondja 2 percesben, amit akar. Azt szeretném jelezni Cila képviselőtársam irányába, hogy abban biztos, hogy nincs közöttünk különbség itt a parlament falai között, hogy a munka az elsődlegességet kell, hogy élvezze. Azt szeretném kérni képviselőtársamtól is, mint a bizottság tagjától, hogy a kormányzati munkában a kormányzatot, mint háttér szerepkörben képviselő, megerősítendő olyan tevékenységet folytassa, ami ehhez a szükségszerű forrásoknak a meglétét is biztosítja. Most, amikor a közfoglalkoztatás kérdésköréről beszélünk, akkor sok hozzászólásban megpróbálták ezeket a kérdéseket elfedni itt a segélyezés típusú kérdésekkel. Szeretném jelezni, hogy ha már arról beszélnek, ott is fontosnak tartom azt, hogy azt, ami egy normális biztosítási jogviszony keretei között született biztosítási háttérként megfogható az emberek számára, azt ne akarják szétzúzni. Másik oldalról nézve pedig a közfoglalkoztatás tekintetében még egyszer hangsúlyozom, ne akarják azt mondani és elhitetni senkivel, hogy félpénzen dupla jó megoldásokat szülnek. Mert annak a vége az, amit ma már többször elmondtunk, hogy pénz nélkül pedig mindent meg fognak tudni oldani. Valójában elképesztő az, hogy olyan helyzetekben, olyan kényes kérdésekben, amelyekben nem mernek álláspontot rögzíteni, ott pedig a törvénytervezet keretei között olyan megfogalmazásokat tesznek, amely áthárít és az önkormányzat számára ad, idézőjelbe tetten, rendelet alkotási lehetőséget. Én azt gondolom, hogy egy kormánynak, ha van arcpoétikája, akkor ezekben a kérdésekben is tudni kell vállalni karakterisztikus álláspontokat. No, ez is hiányzik ebből a történetből. Az utolsó mondatom pedig az, közfoglalkoztatás, vagy bármi más, egy dologban szerintem, ami fontos. Az, hogy minden családban legyen kereső, azért, mert morális háttere is van a történetnek. Igen, ami az elmúlt 20 év tapasztalásából visszafordítható. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, 2 perces felszólalásra megadom a szót Schiffer András képviselőnek. Köszönöm szépen, elnök úr! Én igazából csak Spaller képviselőtársamhoz szeretnék néhány kérdést intézni. Ez a csodálatos szám, ami kijött önnél, hogy ha jól idézem, elnézést, ha pontatlanul, hogy 4000-rel nőtt a foglalkoztatottak száma. 40? Ó, még jobb. Ez hogyan jött ki? Ki van ebbe benne? Közfoglalkoztatottak is benne vannak? Benne vannak esetleg diákmunkások? Benne vannak azok, akik főállású anyaként még mindig nem tudnak egyébként elhelyezkedni a munkaerőpiacon? Hogyan jött ki ez a szám? 1. 2. Mit gondol arról, hogy az elmúlt évben a munkanélküliségi ráta hogyan alakult ehhez képest Magyarországon? A harmadik kérdésem pedig az lenne, hogy mit gondol arról, hogy miközben 2010-ben 128 milliárd állt rendelkezésre közmunkaprogramokra, ezt önök megcsapolták a költségvetésben, és összesen 64 milliárd áll rendelkezésre ebben az évben. Spaller képviselőtársam, ennek mi lesz a következménye, hogy önök felére apasztották a közmunkaprogramokra rendelkezésre álló költségvetési forrást? Tisztelt Országgyűlés, 2 perces felszólása következik, Gúr Nádor, az MSZP képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. Schiffer képviselőtársamat követően Spaller úrhoz idézem én is a gondolataimat, vagy intézem én is a gondolataimat. A lényege a mondandómnak a következő. Hogyha számokban kezdünk el vitát folytatni egymással, akkor nézzük meg a konkrét helyzeteket. Nézzük meg azt, ami a válság bekövetkezte előtti állapot, mert az egy normál, viszonyítható helyzet. 2008 tavasza. 3.844.000 a foglalkoztatottak száma, csak azért mondom, hogy ne kelljen keresnie.
Mondom azt is önnek, hogy 2011 tavasza, első három hónapjáról beszélek, mind a két esetben, hogyan nézett ki? 3.733.000 a foglalkoztatottaknak a száma, ezt se kell keresni, de meggyőződhet róla. A különbség mínusz 111.000 fő a foglalkoztatás tekintetében. A gazdaság az reprodukálja önmagát a válságot követően. A gazdaság reprodukálását követően a kormányzati intézkedések azok segíthetik, meg ronthatják a foglalkoztatás politikai pozíciókat. Az, hogy önök nem voltak hajlandóak, példaként az élő munkára rakódó járulékterheket tovább csökkenteni, tudja azt, amit mi 32%-ról 27%-re csökkentettünk. Azt önök nem voltak hajlandóak tovább csökkenteni, az nyilván azt hozta, hogy mértékadó módon nem volt meg az affinitás a munkaadók részéről a tekintetben, hogy többlet foglalkoztatással ruházkodjanak fel. Persze ezzel szemben a személyi jövedelemadó rendszere tekintetében olyan változtatást eszközöltek, mint amilyet, ami 300.000 embernek hozott, és 3,5 milliónak nem. No tehát, ha a foglalkoztatottak számát mondtam, akkor mondom még a munkanélküliségi rátaértékeket is. 2008 tavaszán 8%-os volt, 2011 tavaszán 11,5-11,6%-os. Ezek a tények, ezekre válaszolhat képviselőtársam, hogyha úgy gondolja, hogy válaszolnia kell. Köszönöm szépen. Most visszatérünk az előre bejelentett felszólalók köréhez. Felszólalása következik Vágó Sebestyén, a Jobbik képviselője. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Előjáróban a törvényjavaslatról azért mondanék egy pár szót, ugyanis az elmúlt időszakban azt tapasztalhatjuk a kormánypártoktól, illetve a kormány részéről, hogy semmi más nem csinálnak, csak egy salátabárrá degradálják a Magyar Országgyűlést. Ez is egy olyan salátatörvény, ami egy érdekes salátatörvény, mert nemhogy összehoz olyan módosításokat, illetve olyan javaslatokat, amik szerintem egyáltalán nem férnek össze, hanem még egy, lehet, hogy benne van a hiba, de egy számomra érthetetlen rendszerben követik egymást ezek a módosító indítványok. Még egy érdekes dolgot megfigyelhetünk, mégpedig a kormánynak és a kormánypártoknak a kettős mércéjét. Visszautalnék egy előző ülésnapra, amikor napirendre szerettük volna vetetni a szociális kártyával kapcsolatos törvényjavaslatunkat, akkor azzal a hivatkozással utasította el ezt a kormány, illetve a kormánypártok, hogy megvárják a szociális konzultáció eredményét, megvárják a társadalmi egyeztetések eredményét, és akkor majd ősszel visszatérünk erre. Ehhez képest most a közmunka rendszerét, illetve a szociális ellátás bizonyos részeinek a rendszerét gyökeresen megváltoztatják. Akkor ez a kettő hogy fér össze? Akkor ezek szerint ezekben a kérdésekben nem kell megvárni a szociális konzultáció, illetve a társadalmi egyeztetések végeredményét. Ezt én valamilyen szinten nem értem. És akkor sokat hallottunk a közfoglalkoztatásról, illetve a közmunka kérdéséről. Én most az egyéb törvénymódosításokról szeretnék beszélni. Az első, amit örülök ennek a módosító indítványnak, ami a lakókörnyezet rendben tartásához köti, illetve a lakókörnyezet rendben tartásának mértékéhez és színvonalához köti az egyes szociális juttatásoknak a biztosítását. Egy dolgot nem értek a módosításban, mégpedig a feltételes módot nem értem. A feltételes módot több szempontból nem értem, az egyik szempont az az, hogyha későbbi módosító paragrafusokban, illetve a későbbi paragrafusokban a törvényjavaslatban meghatározzák, hogy az önkormányzatoknak a feladatköre és felelőssége lesz a keretek, illetve a szempontrendszer kialakítása, akkor nem értem, hogy miért van a feltételes mód. Ennyi erővel ez alapján nyugodtan elhagyható lenne, és kijelentő módban szerepelhetne ez a kitétel a törvénymódosításban. Még egy dolog nem indokolja a feltételes módot. Ez pedig a vidéki Magyarország helyzete. Igaz, hogy én Nyugat-Magyarországon élek, és Nyugat-Magyarországról származom, de a kelet-magyarországi régióban nagyon sok olyan települést találunk, főleg azt, ahol elkeserítő az etnikai arány helyzete, a cigányság helyzete, illetve a cigány bűnözés jelenléte, ebben az esetben főleg nem indokolt a feltételes mód használata. Ugyanis mit fog okozni ez a feltételes mód? Ez a feltételes mód azt fogja okozni, hogy az önkormányzatok, az önkormányzati képviselők, a polgármesterek saját testi épségük védelme érdekében nem mernek majd egy ilyen javaslattal előállni az önkormányzati ülésen, kivéve azokon a településeken, ahol jobbikos képviselő foglal helyet, mert ott egyértelmű, hogy benyújtásra kerülnek majd ezek a javaslatok. Tehát
az önkormányzati képviselők, illetve a polgármesterek testi épségének a védelmében is indokolt, hogy elhagyjuk a feltételes módot, és kijelentő módban szerepeljen a törvényjavaslatban ez a kitétel, ugyanis ezzel törvényi védelmet élveznek, föltehetik a kezüket, és mondhatják azt, hogy nem mi szerettük volna ezt, hanem ez a törvényhozás kívánta így, illetve az országgyűlés döntött így. Ezzel megadjuk a lehetőséget arra, hogy ez ne legyen a gátja annak, hogy egyébként ezt a szükséges intézkedést az önkormányzatok bevezessék. És azt pedig ők meg, ahogy a későbbiekben rendelkezik a törvénymódosítás, illetve a törvényjavaslat, helyi adottságoknak, illetve a helyi viszonyoknak megfelelően az önkormányzati testület kialakíthatja azt a szempontrendszert, ami alapján vizsgálja a lakókörnyezetnek a rendben tartását. Jelenleg nincs bent az ülésteremben Lakatosné Sira Magdolna, vele vitatkoznék, én nagyon nem értek egyet azzal a módosítással, ami az utcai szociális munkát érinti. Igaz, hogy jelenleg az 50 ezer fő feletti településeken kell csak kötelezően szociális alapellátásként az utcai szociális munkát biztosítani, de és igaz, hogy jelenleg ez nagyon kevés szolgáltatót érint. Számszerűsíteni is lehet, véleményem szerint számszerűsíteni is lehetne, ugyanis nem kimutatható az, hogy mennyi olyan település van Magyarországon, amelynek a lakossága meghaladja az 50 ezer főt. De ahogy a képviselőtársam mondta, hogy milyen jó tapasztalatok vannak az egyéb szolgáltatások kérdésében, én nem tudok jó tapasztalatokról. Véleményem szerint ez, amit a képviselőtársam is mondott, illetve ami a kormány, illetve a belügyminisztérium javaslatából is látszik, szerintem nem volt társadalmi egyeztetés. Nekem egészen más visszajelzéseim vannak a pályáztatási rendszer bevezetésével kapcsolatban, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátás, illetve a támogató szolgálat szempontjából. Én pont azt hallottam szolgáltatóktól és ellátottaktól, illetve az ellátásra szorulóktól, hogy csorbultak az ellátáshoz való jutás jogai. Egyre több olyan terület, illetve több terület lett az intézkedést követően, ami ellátatlan lett ezek a szociális szolgáltatások szempontjából. Nem értem azt, hogy miért akarjuk ezt, illetve az országgyűlés, illetve a kormány, miért akarja még ezt még egy szolgáltatással az utcai szociális munkával kiegészíteni. Miért nem lehet inkább a törvényt olyan szinten módosítani, illetve az ellenőrzés feltételeit olyan szinten módosítani, hogy azok kiküszöböljék esetlegesen az ellátási területek átfedését, illetve a túl sok szolgáltató jelenlétét a rendszerben. Hogyha csak azt vesszük figyelembe, hogyha már az utcai szociális munkához nyúlt a kormány a javaslatával, hogyha azt vesszük figyelembe, hogy több mint 300 ember fagyott meg az utcákon ezen a télen, akkor gondoljuk csak végig, hogyha bejön a pályáztatási rendszer, és ennek a pályáztatási rendszernek következtében szolgáltatók esnek ki a szolgáltatás lehetőségéből, mennyivel fog nőni ez a szám. Érdekes aspektusa egyébként ennek a módosításnak az is, hogy ha már a hatékonyságon gondolkozunk, és hogyha már hatékonyság szempontjából nézzük a pályáztatási rendszer bevezetését, akkor ennyi erővel az összes szociális szolgáltatásra rá lehetne húzni ezt a rendszert, és az összes szociális szolgáltatást ezeknek a szempontoknak az alapján lehetne működtetni. Csak egy érdekes észrevételem van ezzel kapcsolatban, egy érdekes hasonlóságot lehet megfigyelni a már a bővítés után négy szolgáltatás szempontjából. Ez az a négy szolgáltatás, aminek az esetében nagy mértékben fordulnak elő a szolgáltatások között a szolgáltatók között a civilek. Már a költségvetés vitájában is említettem, illetve a költségvetés elfogadása is olyan módon történt meg, ami a civil szolgáltatókat hátrányosan sújtja az egyházi és az állami szolgáltatókkal szemben. Valószínűleg akkor ezeknek a körét akarjuk bővíteni, és a civil szolgáltatókat még nehezebb helyzetbe akarjuk hozni. Csak azt ne felejtsük el, hogy ezzel például, hogyha az utcai szociális munka ebbe belekerül, akkor tulajdonképpen ez nem más, mint egy megszorító intézkedés, ami a társadalom perifériájára jutott hajléktalan fedél nélküli embereket érinti az utcai szociális szolgáltatókon keresztül. Tehát javaslom előterjesztők, illetve az országgyűlési képviselők és az országgyűlés figyelmébe, hogy hagyjuk ki ezeket a,
ezeket a módosításokat. Egyébként a mai napon be is nyújtottam egy módosító indítványt, mivel a törvénymódosítás megnyitotta azt a paragrafust és ezen lehetőséget, tehát biztosított számomra arra. Egy olyan módosító indítványt nyújtottam be, hogy ne csak az utcai, hogy az utcai szociális munka belekerül ebbe a rendszerbe, hanem az történjen meg, hogy a másik három szolgáltatás, szociális alapellátás is kerüljön ki ebből a rendszerből. Én nem tudom, hogy a kormánypárti képviselő asszony mire alapozta a kijelentését, hogy pozitívak az eredmények az elmúlt lassan két év, másfél év eredményei pozitív tendenciát mutatnak, de az általam készített szakértői vélemény, ami több megyét átölelő kutatáson alapul, azt mutatja, hogy nemhogy pozitív eredményt ért volna el az a módosítás,